Ady Endre, március 20. Ezer éves létünk ünnepéjén, az örömnek víg zaja között, ismét eljött a gyásznap, amelyen Kossuth apánk sírba költözött. Akkor egy bús nemzet zokogása kísérte a legnagyobb magyart, ki nem halt meg, örökre fog élni, még magyar szív dobogása tart. Most örömzajt folyt el a gyásznapja, nem zavarja azért ünnepünk. Egy ezred év dicső ünnepéjét nem zavarja, ha mi könnyezünk. Hisz ez a könny nem a bánat könnye, csak az emlék szent áldozata. Nem keressük holtak közt az élőt, mert hisz él ő, még él a haza. E szent napon nagy szelleme előtt leborul az ünneplő magyar, megcsókolja a szentelt sírhantot, amely testet mulandót takar. Könnyeiből új erőt merítve, megreszketve szólt kérő szava, áld meg e hon méltó ünnepéjét, legyen boldog e szegény haza. 1894. március 20-án halt meg torinói számüzetésében Kossuth Lajos, a turini remete, az 1848-49-es szabadságharc vezetője. Számüzetésében a magyar nemzeti függetlenségért folytatott harc jelképévé vált, alakja köré, amely halála után az emlékezetben egyre nagyobbra nőtt, kultusz szövődött. Nevét utcák és közintézmények, a legmagasabb állami kulturális díj és a fő közszolgálati rádió adó viseli. Csaknem minden magyar településen áll szobra, a forint bevezetése után arcképe a legmagasabb címletű 100 forintos bankjegyre került. Hangját 1890-ben fonográfra rögzítették. Ez a legrégibb fennmaradt magyar hangfelvétel. Emlékezzünk rá a mai napon. Emléke legyen áldott.